Let's suppose that you are a huge fan of traveling. I would not be surprised to learn that Budapest is on your bucket list if you haven't ticked it off already. So once you are here, you would definitely not want to miss Hero Square, where I am standing right now. There are two absolutely beautiful buildings on the two sides of this square. And one of them only served as an eye candy over the last 3 years. It's called Museum of Fine Arts, and it's finally reopened after a large reconstruction. So now I invite you to join me and find out what's inside. Just hours before they opened its gates to the public, the director gave an exclusive tour to members of the press, guiding us through the whole building. He was accompanied by those overseeing the reconstructions and the curators of the exhibitions. Ez volt a Szépművészeti Múzeum történet lemérő rekonstrukciós fázis, a 15.000 négyzetmétert érintett, tehát azt mondhatom, hogy inkább egész évben alakult át és újult meg a Szépművészeti Múzeum. Lesznek olyan részei még azzal a élménnyel járnak a látogatónak, hogy hát ezt ismerem, csak sokkal szebb, hiszen felújításra került. Lesznek olyan részei, mint ahol most állunk, a román csarnok, amit 70 éve nem láthatott a közönség, tehát ez egy igazi reveláció. Ezt a múzeumot tényleg mint egy újjászületett 100 év után, ez, hogy megőrizve a régit, visszahozva a régi legszebb részét, ahol most éppen itt vagyunk ebben a román csarnokban, és közben 21. századi nyelven ellátva megszólítani tudni a látogatókat, és egy csomó új kényhez behozva, azon a múzeum egész életünk mindannyian büszkék, akik itt dolgozunk, és így ők elején is. Fontos, hogy egy gyűjteménynek alapvető kötelessége nem csak megőrizni a műtárgyait, hanem mindig valamilyen módon élőn megtartani úgy őket, hogy szóljanak, párbeszédbe legyenek a mindenkori közönségem. De az a nyelv is folyamatosan változik, amit el lehet érni az embereket. Ebben is számtalan olyan pici finom újítás lett, amely például az antik teremben olyan iPad-ek vannak elhelyezve egy pihenőpadon, ami önmagában is egy kortárs műalkotás egyébként, szóval nagyon izgalmas egész, amelyen sokkal több információhoz férnek hozzá az érdeklődő látogatók, mint amely kiállító teremben látogatók. És még itt meglepetésként majd, karácsony előtt, a világ egyik legnagyobb múzeumi LED-fala is kialakításra kerül, ami az állandó kiállítás több száz műtárgyát fogja közelebb hozni információban a közönséghez. Vannak olyan új terek, olyan szolgáltatások, amelyek valódi 21. századiak, az új étterem, az új gyermekfoglalkoztatók, kibővült ruhatárak, szóval sokkal komfortosabb lesz a látogatók számára a Szépművészeti Múzeum. Nyugodtan mondhatom, hogy ezzel a rekonstrukcióval beléptünk épületként és nem csak gyűjteményként a nagy 21. századi gyűjtemények közé. Kb. Fél millió látogatóval a Szépművészeti Múzeum vezette most már bő évtizede a magyar múzeumoknak a látogatói statisztikáját. Reményeink szerint ezt az első helyet vissza fogja szerezni a Szépművészeti Múzeum, mert az elmúlt évben kivívott, és reményünk szerint talán még több látogatót is fogunk tudni fogadni. Biztos, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés maga az épület iránt is, és gondoskodunk arról, hogy új és új időszaki változatos nagy kiállítások vagy a múltban, a jövőben is várjuk a látogatókat, már most dolgozunk, nagy Rubens Van Dyck flamand kiállításon, új Cézanne kiállításon, új El Greco kiállításon, tehát azt kell mondanom, hogy látjuk már azokat az elkövetkező tárlatokat, amik biztos százezreket fog vonzani. Now I really hope that you got convinced that this is a place worth paying a visit to. Thank you for watching.